Na, üdvözletem mindenkinek, már aki erre fog tévedni. Elkezdjük ma is a kis farm építést. És tanulgatjuk, hogy hogyan is kell ezzel a farming szimulátorral játszani. Meg erre vagyok kíváncsi, erre a Play Action kamerára, hogy hogy működik, mert ez minden sikerült összehozni. Hát, ha lesz valaki segíten nekem. Na. Betölt még nagy kamerára. Ja. Na, itt is vagyunk. Meg egy kis zene se ártana. Ezt elfelejtettem indítani. Gyűjtemény. Már kereshetnénk is honamit, újat. Nincsen. Szóval marad ez, ami volt. Jó. Lejjebb eszem már. Elvileg van hozzá a csomagomat. Így. Na. Visszahallgatjuk magunkat, vagyis megnézem. Hogy van. Jó, zen, oké. Jó. Akkor ezt meg is zárhatjuk. És akkor kezdjünk neki a mai napot. Na. Legutoljára ott hagytam abba, hogy ezt a három földet igen, szörny. Füvet raktam bele egyikbe. Hiszem ezt is le. Füvet. Igen, ebben is fű van. És ide hátra leveszik a csojt. Ide meg csak simán. Aha, üres. Szóval az kéne, hogy oda, vagy nem is tudom. Megvettem a területet? Földek. Nem mentett el. Van két föld, amit játékon kívül megnéztem, megveszem, és nem mentettem le. Hát akkor már hát ez eléggé különálló terület. Ezt megnézzük, hogy ez micsoda. Hát, jó vállalai vannak. Ahogy van, földek. Hú, ez mekkora. Mi van ez? Vagy mi van? Szirok van rajta meg? Nem napra fordul? Nem? Na, mi a fene van rajta? Volna tudni. Igazán búza van. Retsző. Lab. Napraforgó van ezen, hogy be kéne majd takarítani. Van kukorica, azt is be kéne. Szójabab. Ó, basszus. Na, ilyenkor kéne valami segítség, hogy mire jó a szójabab? Na, szóval ezen szójabab. Másik. Ezen barnás. Jacirok. Na, azt a, pont ezt a kettőt nem tudom, hogy mire jó. Száncsuk majd be. Vagy... Hát ez biztosan nem fog menni a gépet, mert még a szójabakhoz se. Csak bírálni fogjuk. És hogy áll? Növekedés szempontjából növekszik. Jó. Mint tök mindegy, ha megveszem vagy nem veszem.
nekem is tud nőni. Van betakarítása kész, meg ez is. Bár... Jó, hagyjuk. Egyelőre. Egyelőre azt csináljuk, hogy ezt a részt beültetem fával, és akkor ez lesz a mondod, mézes, mázas terület. De fogom áthozni a méheket, és azt így végig a méhekkel. Jó. Ez meg... Hát, hogy ide fogom rakni majd a kis épületemet. És akkor ide hátra fog majd kerülni a... És járműtárolók, nem ez a dolgok, ez meg költözik át. Na, nézzünk, az már termelődik. És csak a talgoncok be van állítva. Jó. Gyorsaság az mindig még le van véve. 0-5-ösre. Már azt tervezem, hogy nem sokára megjön a dobozos verzió, és akkor tényleg nulláról elkezdek egy pályát, mert ez csak egy első választás volt, de annyira bent van a város közepén ez a terep. Nem tudom így elképzelni, hogy ez olyan szabadabb az a rész például. Ez is egy jó. Nem nagyon kiesik. Nem tudom, hogy mi van. Egyszer körül is kéne nézni. Na, szóval abban maradjunk, hogy vegyünk fás dolgokat. Azt mondja, hogy volt. Élő csomagban mit ajánlanak. Ez egyenlő egyik se kell. Vissza. Nyárfa. Ez a kettő. Faapríték. Na, itt van. Ez kell nekem. Először is. Egy ültető. De nem nyárfát fogunk ültetni. Ez egy... Nem éppen. Bár... nyárfa. Kivágni nem akarom, hanem a méheknek akarom a kis területét megcsinálni. Mindegy, ez biztos, hogy kell. Szóval ezt... nézzük, 26 000, ezt akkor meg is vehetjük. És kell nekem még egy kis kocsim, de ami a raklapa, vagy olyan szállításra kell. Támutó. Pótkocsi. Igen. De nekem olyan kéne, ilyen nagy dög. Mindenben kicsi, hogy mit tud. Ja, ez csak... Bár, na, bár akkor. Igen. Ez még nem számít. Vagy ez. Itt az elején láttam egy... Tizenegyezer. Jó, maradjunk ennél. És legyen a... vállás. Oké. Ugye oda is kéne egy rakodó, megrakjuk a
vagy, hogy legyen. Vagy lehet, hogy fölrakja magától, mert meglátjuk. Igen. Akkor vissza. És kell nekünk raklapos cuccból fa ültetvény. Szíves adagék. Itt van. Na itt cukornád. Na, nyárfa nem. Ha ebből veszünk, mennyit vegyünk? 20 darab fa. Plusz fenyő. Na, ezt itt már lehet, legalább. Fenyő. Mandula fenyő. Nyír. Tölgy. Víz. Jupar. Fehér. Mi van? Jézusom, mennyi hülyeség van. Nyír, tölgy. Aj, tudni kéne, hogy melyik. Melyik ami? Mielőtt még nem tudom, hogy ki ez. Szerintem nyírfát kell menni. Most eszembe jutott így hirtelen. Aztán ha nem, akkor majd kivágjuk, aztán jól. Lutz, fenyő, mandula, nyír. Ez. És ebből darabot nem lehet. Itt van legalább 3. 1, 2, 3. Na, akkor menjünk el érte. Jó. És kéne szállni. 1. Maton indítás. Mondom, indulj el. Jó. Ennyi. Na, mi van? És menjünk el. Jó. Fújnom kell az óvónak, mert mi van. Mélem, hogy nem nátha, mégis beteg el a hangzáim, vagy vagyok. Bár nem ilyen típusú, nátha. De lassan meg tudunk ezt egy korán reggel. Ez is zsetor. Semmi hátra mögött. Vannak ilyen... Ja, még nem kell nézni a leértékelt árukat. Van. És még azt még egyszer vissza kell fordulni. De ezt megnézem, hogy itt a traktora jó ez a... Alültető. Nem csak jó lesz, mert a közös kategória. Okay. Filmag is van ott. Menjünk csak oda. Ezt is rakja egybe. Úgy is el kell vinni a... Ez kell. Nekem csaját. Mm.
És hol van a töltés? Igen, ott van. Jó. Ó, faszom. Na, akkor ezt elviszük a... ...hova kell. Kiszemelt területre. Másik traktor meg elhoz a pótkocsit. Márha. Az automata főr, aki az dobba szokott. Mi van, aki? Gyors hátvágunk. És ide kell jönni. Jaj. És átváltunk másik. Nem. Traktor. Ez az. Motorindítás. Igen. Ezt le kell rakni. Na. Na. Csak lerakja. Bár lehet, hogy ugye szép legyen a felültetés, mert segítőt is fel tudok venni, felvehetnék. Ne úgy nézzen ki mind az a körúgyazás, most szoktam mondani. Csináljuk azt, hogy legyünk egy kicsit, úgymond, reálisak. De most a targoncával, hogy ideig elvattyogni. Feszítőbe ki, nem is lehet főpakolni rá, szóval mindenképpen kell a... Szóval visszük. Ja. Vissza. Ahol van nyár a motor. Egy kis ültetőgép. Majd... Vagy ez tudunk venni. Csak volt. Láttam itt egy ilyen kis utánfutót. De hol? Síló tömörítő. Ó! Ja, Dávid. Igen, egyedül nyomom. Elvileg
Ugye vannak ismerős, amik már játsznak vele, csak ők jelenleg dolgoznak. De ilyenkor egyedül szoktam nyomni. Meg úgy is tervezem így a nagy dolgokat, hogy egyedül csinálgatom. Meg egyelőre tanulgatom a dolgokat, mert eddig mindig úgy játszottam a többiekkel, hogy én voltam a favágó, és hát sok minden meg kéne tanulni. Mint utólag rájöttem. A faültetés, meg ilyesmi az, meg favágás, az menj csak a többi az nem. Nos, az kéne, hogy nekem kéne egy utánfutó, amiben tudok szállítani, tényleg ott közt a kis targoncát, akkor ott nem találom, hogy hol van. Mi ott ilyen? Jó. Ebben biztos, hogy nem lesz. Igen, bevallom, teljesen őszintén, csalok. Mindjárt megmutatom, hogy hogy. Ha érdekel. Van hivatalos módja a dolgoknak. Csak hol a fenében van az a kis utánfutó? Te tudod, hogy hol? Traktor? Oké, ez nem. Targonca, autók, egyéb. Biztos, hogy nem. Utánfutók, igen. Igen, elrontottam az a dolgokat, hogy felraktam egy ilyen csalómódot. Most nem csalómód, csak na, kapok egy kisebb állami támogatást. Ez lenne a pótkocsi, ami járműszállítás képes, de szerintem ez tök nagy. Mondom én. Aztán lehet, hogy nem olyan nagy. Bár szerintem traktornak rá kéne férni, szóval ez nagy. Ennél kisebbet láttam. Erdészet, jószág. Nem. Megoldották most a játékba, a hivatalos feature-be jött ki, hogy nem kell módolgatni, meg bizonyos dolgot csinálni, hanem mondjuk itt van a megvásárolt eszközöknél, vagy a, de nem a építésnél van. Ha? De hol az építés? Ha? Na. Viszont igen. Nem. Hol az építés? Ja, itt van. Szóval van egy építés. Most a termelésnél van a generátoroknál. De beraktak két ilyen úgymond állami támogatást, ami ugye egyszer hoz egy 350 ezer eurót óránként, meg van egy 350 euró óránként. Na, szóval én pont a nagyobbat választottam, nem kellett volna. Lehet, hogy még a kisebb, az még reálisan lett volna. Már 350 euró, meg lófett, pitty. Szóval most úgy vagyok vele, hogy ez van fent. Egy darab, nem túloztam el. Szóval úgy voltam vele, hogy ne menjünk már tönkre. Szóval nem kell így rogatni, hanem óránként adja. Na, utánfutom még mindig. Átkeskötő nem kell. Hol van? Pótkocsi. Nem ilyen böszme nagyot. Valami pici kis pöcs járműszállító nincsen. Jó szépen keresem. Erdészeti felszerelés, nyugat.
még járhattam. Há! Alacsonakodok. Há, ez az, megvan. Megvagy. Nem búszál. Remélem, hogy nem valami nagy jobb. Jó, nincs is. Nincs lehet állítani. 15 000-et mi kibírunk. Jó. Na nézzük, mikor az a kicsi. Elbírjuk ezzel a pigyóval. Húzni. Hát... Hova nincs a csatlakozó hátul? Ja, jó. Ebből nincs is csatlakozó. Na, akkor csak szóval. Szóval úgy vagyok vele, hogy én még rájöttem sok évi farmozás után, hogy ezt nekem rohadtul meg kell tanulni, hogy hogy kell csinálni. És úgy voltam vele, amíg meg nem jön a dobozos verzió, addig tanulgatjuk. Aztán csinálunk egy új farmot, és akkor oda tényleg lehet, hogy ki is veszem azt a módot a csomagból, ne így zavarjon be, még egy kísértésre vigyen rá, és akkor kezdjük egy vadi újat. Jó az így futkosni ezzel a kis faligával. Másik van, nem is fogok. Van. Vettem egy ilyen kis autót, ugye? Ez kicsit gyors. 120-szal megyünk ilyen. Na, na. Na. Le kell állítanom ott. Így. Ez is hozzá kell szoknom. Kiszállás. Na, tűnik a másikba. Na, megszokni kell még ezt a... Igen, ja, targonca. Jó van. A kis targoncát. Gyűlik a méz. Ez szerintem pont elég kezdésnek, hogy valaki elkezd játszani. Tehát egy ilyen, nekem ilyen 5 darab van lerakva. Ez elég szépen hozza a pénzt. Hopp. Jár a motor. Ezt is meg kell tanulnom, hogy automatán volt a motor, és már ráállunk erre, csak akkor indul el, hogyha innen indítom. Jó. Da. Jó. Aztán terve van, hogy ugye mert én a gyűjtői dobozost szereztem be, és abban van egy 3 hónapos szerverbérlés, de csak 4 férőhelyes. Majd még ezen gondolkozom, mert nem tudom, lenne rá szükség. Most oké, hogy itthon vagyok. Na, megint bevág elém. Térkép. Szóval itthon vagyok, de amikor dolgozok, akkor én állandó délutános vagyok.
És amikor játszok az éjszaka a kellős közepén, akkor nem igen van bent senki. Jodébb. A szétvégén, de akkor meg minek a szerver. Már úgyis el kell lenni egyenes. Na! Most jön az érdekesség. Nekem ez be van állítva. Joystickra. Nincs. Elég jól sikerült vele. Szóval nem tudom, itt van ugye még. Szóval lesz egy ilyen egyedül dolgozgatós live, meg csapatba is. De egyenőre szerintem a nagy része, hogy én magamat ismerem, az egyedül játszás lesz. Na, mielőtt még... Na. Esik a villáról. Na, fölfelé. Így. Na, szerintem elég jó csinálom, nem? Na nem, akkor szólja. Bár elkaptam olyan bele is. Ezt ott is elvisszük. Csak annak a hátuljára nem tudjuk felrakni. Nem. Ennek egy teljesen más csatogó. És ne kell egy nagy külön szerkentyűvel. De akkor... Nem gondolom, tök mindegy, hogy most egyedül eljövök a karbonszerhol, és felrakom utánfutóra. Azt nem mondtad, hogy neked megvan-e a játék. Vagy hogy miért kérdezted, hogy időn játszok. Oh. Kéne külsőkor neki. És nem állik az
what I've already mentioned. Feszítő vasat, vagy ha ezt a ára. Jó, hát elvileg lefogadtuk. Nem tudom, remélem nem fáztam. Fura az orrom. Becsesztem, hogy két hét beteg álmány után megint beteg álmány. Erülnének. Főleg, hogy nem voltam hajlandó beoltatni magam. Na, hazajöttünk. Belegondolok, hogy ugye nem is tekerésem van a játék, ugye mennyi pénzem lenne. Hát nem hiszem, hogy 1 millió 4 meg ennyi felszülést szoktam hozni. De azt akarom megnézni, hogy szerintem jutott, nem tudom, postaládom át. Nekünk is lenne postaládám. Belenézünk hát abba is van valami furcsaság. Pontja, hogy ott a árnyék, ugye, ott a fejemnél. Tudom, így mennyire lehet majd tudni, hogy úgy lehet hallani. Senki mögöttem, jó van. Kocsászatok. Csaplom. Ifjú. Földhozza? Nem érdekel? Nem. Ja. Ezt meg visszarakjuk a nyíjekhez. És ott van tervezve. Nem lehet, hogy a... majd a... Mondom a másik. Az ilyen fókhoz majd be két tartmányszámot, egyiket a felvásárból elér, egyet meg ide. Menjünk a telepre. Jó, látjuk a motrot, kiszállunk, és azt mondja, hogy kell egy traktor. Ugye mind a kettő foglalt.
visszakerem a levettet. Akciós volt a boltba, muszáj ott megyen. Á, nem ez. Még eltéveztem. Ez. Szóval először nagyon kevés volt a pénz, most már rohadt csak. Na? És az meg nem mint a másik előre a vezetés menne. Jó, de még nem veszik fel, nem felállunk a kis bütyökkel. Szőlészgép. És akkor megyünk ott, ahol felállsz. Egy kis hossat. Veszem el majd a utánfutóról. Ez nyira. Reméljük, hogy nem hagyjuk el. Jobbra néz, balra néz. Ahhoz képest még egy csomó mindent meg kéne venni, egy farmházat, vagy az sincs. Meg ugye a tárolókat is meg kéne venni, el kéne rakni majd a mélyeket is. Nézni a szőlőt is, hogy hogy működik. Csak ugye ezt még nem lehet ültetni. Jó. Rúgjuk. Nagy. Mi meg ugye nem tekerem az időt.
látszik is, hogy nem nő a fű. A füvet ültettem, de hát nem baj ez. Na! Vissza. Motorlány. Na! Szomszéd zörög. Megnézzük, hogy hogy áll a Magyar Posta. Nagyon nem szeretem azokat különben, de hát a... akitől rendeltem a dobozost, az csak ahhoz ragaszkodott, hogy postával küldje ezt a hülyecsomót. És ugye miért ne? Központi értesítő. Kézbesítőnél van. Oké. Okay. Oké. De mai nap 8 és 17 óra között. Oké. Okay. 8 óra már rég elmúlt. Ti megküldtétek 11 óra 11-kor. A posta basszus. Na. Nem lak inkább arról semmit. Jelenszerűen kell, ezt akkor kezdték el. És akkor azt írja, hogy 8-tól. És megint úgy járok, mint a másik csomaggal, hogy várom, de mégse jön. Pedig itthon vagyok, már nem tudom hány napja, ugye? Ugyanúgy. Akkor is ez volt. Aztán kiderült, hogy kiírták, hogy csomag kézbesítés, már ugye harmadszor. Ugye kézbesítik, és kiderült, hogy fönt van a postám, mivel én fölmentem. Aztán rákérdeztem, hogy ugyan már nézem már be a raktárba. Aztán ott borosodott szegénységben, ki tudja hány napja. Azt akarom kézbesíteni. Azóta ugye a Magyar Postát is szeretem, nagy évvel elkerül. Jó. Na. Az a kérdés, hogy először rakjam ide a mélyeket, mivel ugye nincs egy bolva csak pénzt rendesen, akkor lesz, hogy ilyen. Először is építünk. Na de, még elkeredek. Ja nem, a vásárlásnál van az építés. Ezt is tanulunk, nem? Talán. Igen, itt van. Állatok, méhek. 19.000 egy ilyen bigó. De most ezt ide berakom. Olyan fog tudni ültet. De legalább tudom, hogy meddig kell. Is kell hagyni egy sávot legalább. És hogy úgy tervezem. Vele szépen maradok a mélyeket. És én gondolom, hogy szépen. Ami lesz abból. Átfedés. Állj. Ne vigye meni a föld hozzá. 1, 2, 3, 4, 5. Jó. Ez így mondhat is. Na, de így le. Ezt meg lebontjuk. Ja, még kell egy húgó is. Ezt meg mi nem lehet látni, hogy hogy áll. And then at the end of it all
Az egy kérdés, hogy most leadta, vagy nem adta le. Nem láttam. Csak azt látom, hogy itt elhalványult. A mézet. Ezt itt ezt a felvezet megszüntetjük, ha tudjuk, hogy tényleg itt van valami. Szerintem nem lehet szűkíteni. Hát, még bénám, de... Fölvettük. Kormányodom, és kéne egy ilyen kis kütyök. Tereszek rá. Na! Vásárlás. És építkezés. És ez. Na! Ezt elbontam. Most majd kiderül, hogy raktunk le, vagy nem raktunk le. Aha, igen. Azt így ön is elérhető. Jó. Akkor állatok, méhek. Akkor ide raktunk fel. Nem álltam is. Átszerűs. Jó. Oké. És már termel is a mézet. Ja, akkor vissza, akkor lebontjuk a többi innen, megszüntetjük a mélyeket. Ezek ilyen díszfánk lettek ide rakva. Ezt nem bontja le lámpát, azt igen. Maradjon akkor. Jó tudni. Láttam lehet lebontani egyelőre. Na! Akkor hát ülünk a gépezetbe. Ebből kérjük így. Nem az, sem az, és sem az. De egyszerűen akkor célzottan oda megyünk és vagyunk. Jó. És lehet, hogy az kéne, és otthon a budoba. Honnan elkezdjük erre felé utatni.
basszus, ugye, hogy mit szenvedek én azzal, hogy jó pályát akarok úgyis. Hát legalább van pofája, hogy mit csinálunk. Na, szóval az irány az úgymond jó. Ilyen jó lenne, ha átkapcsol nekem. Igen. Szokásos, ugye. Eredd le. Igen. Felúztás bekapcsolása. Most az a kérdés, hogy hol kezdél. Na, itt. Jó. Mindig ott kezdjél, ahol utána akarod. Autó. Autó. Nem lesz olyan, amire szánkodni szeretném. Nem kell volna. Jó, meg egy utolsó tartni oda. Jó. Akkor meg onnan kell kezdeni. Két darab. Látod, erre a sorra elégesz. Lehet, hogy inkább ilyen díszfánkat kéne rakni be. Tulajdonképpen okos az ember. Lehet az, hogy rakok ide fordítva is egy sor még kaptát. Meglátjuk. Na. Leereszt. Mutettő. Most mi van? Ja, jó. És megint nem rak oda. Most mi? Ah. Most egyáltalán sehova nem rakott, jó. Egyre gyűjtsebbek vagyunk. Így. Na, le van ereszta? Igen, le volt ereszta. Jó.
Igen. És pont az egy, az az. Oda. Ja. A következővé. Hogy ez három sor, ez pont egyet. Három akaratnyi fa, elvileg. Na. Mennek az állatok. Még azt kéne megtanulnom, hogy a pánatba kell évig kerülni. Mint egy egyesbe. Fölraktam a másikat, nem, most nem szenvedek vele, akkor tudja, hogy a másikat raktam vissza. Úgy figyeljétek, hogy élen sose targoncáztam. Yeah.
Akkor mi történt ebben? Ez... Nem mondod, hogy ez egy... Vagy ilyen... Körülítő szalag betesznek. Na. És már lehet, hogy lesni fogok. Kitalálna egy ilyen négyzethálót, vagy valamit, hogy akár a pede, értettem, de sem át nagy, ott hova ültetek.
mert csak ugye a fánál van ilyen probléma.
egészségedre. Bárti nem hallottátok, aki akkor eltűszentett, hogy behaladtam a lakásba. Úgyhogy rajtam van a fülhallgató. De fogadjunk, hogy a posztást... Igen, jól voltál. Szerintem fogom meghallani egy csöngő, vagy csöngő. Csöngő az nincs. Szint alakom. Szóval... Hogy kopog. Na. Meg hogy itt han találna. Szépen bedobják másnak, hogy nem találtak itt han. Na. De nem fessük az ördöget a falra. Lesz egy kis rend is a telefon. Befér egyáltalán? Nem ez könnyű ezt hozzászokni, de... És online-ba játszok, akkor szemkel szoktam, azt mondta a fülé. Mondta... Na nincsen hangok akadó. És elég magas. Füves dolgokat azt meg nem fog tudni befordulni a trakival, szóval ez marad így, ahogy van. Oh, baby.
tökéletes. Letettük. Tőlem elvárhatóan. Na, ez lesz még egy szép dolog. Ezt kezdem ezt a gépet. Nekik külön tárolt fogok építeni. Ez az, ami nem tudom kinek is iratoznom. Mármint a... hogy hogyan is lassabb bele, de megpróbáljuk. Idő van. Bár egy órák így nem szedték el a szemben. Nézzük. Már arra tudjuk a várnak kéne. Szóval ezt tudja. Mert adok. Az lesz, hogy gyerünk majd egy olyan lépületet. Ami igen. Szín a fészem. Én miért nem írnak olyat, hogy ami jármű. Ennyi az összes? Na, itt is van. Sátor, ott a tővel. Na, ez már nagyobban hangzik. Jó, várás. Hú. Jó, és... fogja nekem itt termelni az áramat? Hát, hogy se van tárgya. Jó. Van valószínűleg. Bár... traktor is. Ezt fogom jönni majd a... Jó nagy. Hey. Hát ezek így fognak kihezett, de... Hát apjuk. Mind értünk el, de biztos jót. És ugye nem kapcsoltam ki a... ezt meg... betervesztem. Oh.
we do it. Park mentése került. Ja. Másik traktor. Még akkor fász is el lehet tenni. Ja. Mondom én, mert hogy azért nem kapcsolom ki a... Köszönöm, hogy van egy jó ős. Jó. Kocsátor. Ennek van egy orsúlya, amit még úgyis vissza fogom venni. Ez vagy a fűtetőhöz, inkább a fűtetőhöz. Most csak így vágom. Aha, jó vagy. Körbenézünk, hogy mit nem tudtam még el. Ja, ott hátul azt a figyók. Igen, a talagoncát. A talagoncának van kis tárol. Tetős halal. Szegre be lehet látni. Szegre kicsi.
hátsó nézet. Színai szalmatámlása. Ez egy kis pofás. Úgyhogy ilyet is fogok majd megtartni. Majd. Konténer. Különböző termékekkel. Trágya. Ahogy olyan helyre rakjuk, ahol nem is tudjuk használni. Vagy rakjuk. Betöltés. Betöltés. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize hogy ebben belemegy a terrelés, ez most egy érdekes. Meg a formázunk. Amit gondoltam. Ez hogy néz ki? Vannak varázsok? Persze, hogy is. Terasz, hogy hátsó kijárat. Akkor ez egy kis. Még na nézzük, hogy ez az a dolog, amire én gondoltam. Ez valami szerviz. Ezt én is tudtam, hogy üres.
tudod. Jó. És hogy van ez? Ha ide lerakom. Szerintem azt az utánfutót most se használom túl sűrűn. Ezt is berakjuk oda. Create a song. Stop.
Kan vi eget spytte med? Itt vagyom, tudjam, hogy itt még van egy üres hely. No, és akkor gondolkodunk, hogy mit kéne csinálni. Vagyis mit tudunk csinálni? Növekszik. Az is növekszik. És lehet, hogy az kéne, hogy tekerni az időn. Jó, nagyon jó, de minek? Na. Tekerjük az időn. Azt is beállítottam. Bezavar. Európai támogatás. Vége. Na, így. Oké. Na, potán tekerünk. De már... Hogy van ez a táblázat? Mi ez nekünk? Na, hogy napra fordult, azt... ezt fejből tudom. Március, április. Repce. Árpa búza. Mi volt? Szójabab? Meg valami cirok. Hát az mind március, meg április, basszus. Hát akkor jó sokat kéne tekernünk. Van nekünk egy olyanunk, hogy... február.
hol volt ez? Ja. Fix holnap. Jó. Ó, igen. Napok száma havonta. Ha elvigyelek, akkor novembernek kéne következni. Hú, még ezt is akkor rosszul volt beállítva. Vagy ki tudja. Mindjárt ezt megnézzük. Aztán tartok egy kis szünetet, meg látom, úgy sincs nézem. És már 2 óra lement. Na, megnézzük, hogyha egy napot áttekerek, akkor ez egy hónap lesz. Kézmesítés alatt. Na. Jól értettem én ezt a beállítást. Vagy nem. Szóval egy napot tekerek. Igen, szeptember. Ja, augusztus, igen, szeptember, jó, jó. Oké. Mi ez a villogás? Ilyen. Jó, hát akkor le is lassítom. Szóval, igen, hosszú voltam beállítva, most már nem tudom, de miért nem állt le ez a villogás? Na, látszik, hogy találtam még egy Google-t. Na, játékmentése és kilépés. Na, akkor egyenlőre ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet, már aki visszanézi, és akkor nem sokára majd folytatom a következő részben. Addig is további jót.